És akkor kezdhetitek is. Közben itt elhangzott néha, hogy hát nekem ez az egymás szivatós játékmód nem nagyon jön be, a kóp sokkal munkásabb. Igen, mi is játszottuk ezt kóban, közben az első pályán egyelőre nekifeszülnek az NPC-knek a játékosok. Hát kóban legalább két óra lenne egy játék, hogyha jól játszik a két játékos. Igen, de múltkor egy csapatépítőn először mi is így kezdtük, hogy VS-eket játszottunk, és aztán elkezdtük kóba tolni, és hát nehogy az, hogy olyan messzire jutottunk, de nagyon élvezetes volt egymás segíteni is a játékban. Persze, a játék maga nagyon nehéz. És az arcade-es verzió még nehezebb, az sokkal gyorsabb. Igen, még jó, hogy nem azzal játszottunk, mert még nem láttam volna egyébként, csak sokkal hamarabb ijesztünk volna. Hát azt hittem, hogy ott a sárga játékos még esetleg fölír valamit a falra, a sarokban. Na, és akkor egy teleportos hajca következik. Majd a csodát láthatunk, de szépen kicsit. Egy kis burvorvadászat a sarokban. Ilyen teleportálás és jöhet a labirintusban bujkálás. Szörnyek elő, szörnyek nélkül. Kereszthaláloztak, mármint a keresztfolyosón, az a kereszthaláloztak. Igen, és. Jújj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 
Most nő vagy férfi? Ez az. Nagyszerű, Sárga fölhozta magát illetekben, és pontban is. Ugye a fő ellenség, ez a csúás varázsa, a Wizard of War, ő végig itt marad, ugye nem tűnik el, amíg le nem lövik. Vagy így van, ez. A teleporton sem menekül el, hanem azon átjárkál. Aha. Na itt a harmadik menet. Gyorsan leszámolnak a kínai újévi sárkányokkal a játékosok, illetve a Godzillákkal is. Melyik a Godzilla? Az a kis sárgára gondoltam én. Ja, Gargor? Mert a másik meg az olyan krokodil. Na, szépen felosztották. Na és itt van a pillangó, az is megvan. Ez a Double Score Dungeon, ez mit jelent, hogy a következő pályán duplát ér annak a játékosnak a pontja? Ez így van, igen. Aha. És csak annak a játékosnak, ugye? Ez nem kooperatív, hogy mind a kettőnek. Mindegyiknek. Mindegyiknek? Hát akkor itt most igazából csak az egyszeri pontért van értelme elkapni a pillangót. Nem tudom, jár-e azért ilyenkor pont. Megint felosztották a játékosok kettőjük között a terepet, észak és dél harca. Igen, Így nagyon szép volt, az előbb néztem, ha kék átment volna a teleporton, akkor megjárta volna, de jó volt a helyzetbeismerés. Megjött a, ez nagyon szép sarok. Pálcán kínálta magát a bornuk. Nagyon szép sarok, dilog. Bocsánat, nem látnak tőlem. Hát meg a túloldalra. Nem, mert ott van Adrián, ő túl közel lenne. Miért kell tőlem ennyire félni? Másfél méter távolságot be kell tartani, gócpont vagy. Igen. Ötödik pálya megvolt, köszönjük. És akkor jól akkor látom. Pontszáma nyert, igen, 15.600 ponttal. Zimi nyert, igen, 15.000 pont. Az első kört, ugye ez első volt. Akkor Restore. Nagyon jó, gratulálunk Ziminek. Jobban, kurvli. Nem tudom, majd megcsinálhatnád nekem. Mert Máté nagy Commodore guru. És akkor újra akkor eddig 1-0 Zimixnek. És már csapják is szét a burvorokat. És múltkor hallottam, hogy nagyon idegesítő, amikor valaki adásban mindig fölviszi a hangot a mondat végén. Na, ott a nagy kereszt folyosónál. És önként belesétált a lobogó farkus korpió nyálába. 1-1, illetve 2-2, csak hát ugye az aktív ember. Hopp, igen. Ne gyere még ki! Zili belegyalogolt egy köpetbe. Mint aki halkan belelépett. Ez az. Nagyon jó. Sárga nyaral. Igen, óvatosan az olyan helyeken nagyon óvatosnak kell lenni, ahol nincsenek közfalak, hanem ilyen négyes dörögő, mert ott a szörny össze-vissza fordulódhat. Na, itt van a Warlock, ki is mindenki, hogy Warlock. Jó, jön a varázsló.
Mi történt? De ez nem menekül el. Imén előtte a Mátét. A Wizard az akkor tud eltűnni, a Wizard akkor tűnik el, hogyha mondjuk egyik játékot valaki megvál, másik. Igen. Aha. Tehát az is számít, ha ő öli meg, csak ha valaki meghal, vagy ő. Na jó, hát akkor megint kiegyenített a mérkőzés. Még pontokon is föl lehet hozni. Ott az a felső nagy folyosó nagyon csábító, nagyon jó camper helynek tűnik, csak azzal kell vigyázni, hogy még a lövedék végig nem ért, addig nem lehet másikat lőni. Na, nagyon szép pillangóház. Meg vagyunk. Egy picit Simix elhúzott pontban. De hát ez nem jelent semmit, hiszen most jön az utolsó pálya, ahol még akár le is lehet darálni egymás életeit. Így, és már föl ki is alakult egy ilyen kis diplomáciai jegyzékváltás a játékosok között. És egy sárga elhalt, de még van még egy utolsó. Az utolsó csillagharcos még életben, ott az arénában. Vigyázzunk azért a szörnyekre, azokra is, amik éppen nincsenek a pályán. Ott van a Langoli. Ekkora az egyszerűen. Mekkora egy aljas, egy igazán körmönfont halálnemet választott a kék játékos a sárgának. Direkt nem lőtte le a Warlockot, hagyta, hogy legyilkolja Zimit a Warlock. Úgyhogy akkor most 1-1, ugye? 1-1, és akkor jön a döntő meccs. Ez amúgy direkt volt, akkor jósson tegyi a volt. Márté, ez nagyon kegyetlen volt, ezt direkt találtad így ki? Ez rettentően... ez volt a mesterterv végig. Nagyszerű. És akkor hát újra itt vagyunk. És már az elején a showdown, amiből kimenekült az ügy. Ez is ritka, egy nagy távolságról csak lehet kiugrani, lehet csak kiugrani belőle. Elég nehezen lehet. Békés botorkálás a bázison. Hegykén elengedte azt a lövedéket a sárga játékos, igen, csak hegyke volt. Egy valódi gentry. Azt is levadászta, figyeljük a radart, ugye ilyenkor a láthatatlan lények véget. Ajaj, benne szoruljunk oda a kiskonyhába. Oda föntre az a kiskonyha ott. Na, itt most itt a nagy lehetőség, igen, a sárgának, hogy pontban el tud húzni az ilyen húsza éjjel életkékkel. Húsza éjjel életkékkel. Csak óvatosan, mert ilyenkor az ember könnyen elbízza magát, háttalál a fal felé, fordulva. Ott jön, ez az óvatosan becserkészül. Fekete Istvánnak gyönyörű szép vadászós regényei vannak, érdemes őket olvasni. A burvor és garvor vadászatról nagyon sokat lehet megtudni. Közben egy kis hajsza ott a középfolyosón. A kék elunta magát, inkább elmegy foglalkoztató sarkot berendezni. Az is megvan! Na, kit fog megfestelníteni a varázsló? Senkit. Pontszámban a kék már nagyon elhúzott. Ennyi élet szabadlábon. És ez az utolsó pálya, úgyhogy itt most nagyon a kéknek áll a zászló. Ugye nem számítanak az életek a pálya végén, csak a pont. Igazából egy biztonsági játékra érdemes rámenni, kihúzni a pálya végéig, ami nem annyira Mission Impossible. És meg is van hatalmas egy ponttal, akkor nyert Code Killer, azaz Máté, és akkor 2-1-jel vitte ezt a párosítást, ezt a szettet. Nézzük, kik jönnek.